Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 13-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, ezen a napon a hold a Mruga holdházban van. Ez a Mruga holdház, ez Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion, azaz égi vadász, és természetesen vadászik. Ami fontos Orion számára, hogy legyen egy irány, legyen egy kiút. A kutyái, Orion csillag, Orion vadász kutyái, a vadász kutyák mutatják az irányt. És ez az égi sarki csillag. És ez fontos most számunkra, hogy koncentráljunk valamire, ami fontos, hogy legyen egy irány, hogy valami vagy valaki vezessen bennünket. Az én születési horoszkópomban a holdam az szintén a Mruga holdházban van. Tehát itt kiismerem magamat. Mindig kell egy irány, hogy melyik irányba tekintsünk, milyen döntéseket kellene hozni. Az indiai számítás szerint a nap még a halak jegyében van, de a határon, és áttér a kos jegyébe. Ez jelent egy új szakaszt. És a kos jegye utalhat változásokra, vagy egy új irányra, ahogy Orion csillagkép is mutatja ezt számunkra. Merkur bolygó az már a kos jegyében volt, de visszafele halad, és visszatért a halak jegyébe. Merkur bolygó visszafele halad április 24-éig. Sokan mondják, hogy legyünk óvatosak, nem szabad szerződéseket aláírni, de nem kell félni ettől a mozgástól, hiszen gyakran segít. Gyakran itt a múltról van szó, visszafele tekinteni, még átvizsgálni valamit, még rendezni valamit a múltból, sőt azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád a múltból, és újra jelentkezni fog nálad. Ezen a napon, április 13-án ez a visszafele haladó Merkur bolygó egy jó kapcsolatban van Uránusz bolygóval, és Uránusz bolygó utal egy meglepetésre vagy változásokra. Az is lehet, hogy ezzel a visszafele haladó Merkur bolygóval visszahúzódó vagy, nem akarsz valami újat indítani, vagy bátortalan vagy, vagy inkább várakozó vagy, és Uránusz bolygó hatása alatt lesz egy külső befolyás, egy meglepetés, és ezáltal változik a helyzet, változik az irány, vagy változik a te hozzáállásod. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata az felül látható. Ő ott trónol, mint egy király. Látható a képen, hogy kíváncsi, hogy figyelget téged, vagy figyelgeti az eseményeket. Nem jön mozgásba,
de mégis van érdeklődés a részéről. A kezében ez a kard, ez jelenti a levegő elemét, vagy le akar zárni valamit, kell számára a szabadság. Érzete, vannak ötletek, tervek, sőt később lesz kommunikáció is, de jelenleg még figyeli a dolgokat. A kártya mellett láthatóak az érmék, ami jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, vagy a belső értékeket. Ott látható a képen, hogy tisztítgatja ezt az aranyérmét, pucolja, tehát valamit tisztáznia kell a környezetében, különösen ami az anyagiakat vagy a munkahelyét illeti. Van egy kis húzavona nála, nem tudja az, hogy milyen lépéseket tegyen, figyelgeti a dolgokat, rendezgeti maga körül a dolgokat, mielőtt keresi veled a kapcsolatot. Az érzelmeid bal oldalon láthatjuk. Ott is megjelenik, mint egy király, de ezúttal a víz eleme felett uralkodik. És az jelenti az érzelmeket. Tehát van érdeklődés részéről, sőt figyelget téged, mély érzelmek kötnek össze benneteket, de elvárja az elismeréseket, hiszen ő a király, és még kicsit várakozó. Mivel várakozó, és nem tudod, hogy mit akar, nem tudod, hogy érzi magát, emiatt vannak nálad korlátozások, ami ott bal oldalon látható. Te vagy ez a hölgy, előtted ott vannak a kelyhek, azok jelentik a te érzelmeidet is, de ezek a kelyhek úgy mutatkoznak itt, mint egy kerítés. Itt vannak korlátozások. Lehet, hogy ő tudatosan korlátoz téged, mert nem beszél nyíltan az érzelmeiről. És ez a kerítés úgy hat ki rád, hogy úgy érzed, hogy elérkeztél a kerítésig, de nem tudod azt, hogy mi van a kerítés mögött. Holott a képen látható az előtérben a gyümölcs, hogy itt majd gyümölcsözik valami, csupán számodra ez nem látható. És mit fog tenni? Azt jobb oldalon láthatjuk. Az a kard, az azt jelenti, hogy mozgásba jön, keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, lesz mozgás, lesznek változások, lesz kommunikáció kettőtök között, tehát megváltoztatja a hozzáállását. Ott a gondolataiban megjelenik szintén a levegő eleme, és ő, mint egy király, hogy figyelget téged, lehet, hogy arra vár, hogy te jelentkezz nála, de megváltozik a helyzet, megváltoztatja a hozzáállását, és mozgásba jön, közeledik hozzád, fogtok egymással beszélni, sőt, elmondja a terveit is. Ő úgy lát téged, mint egy királynő, hiszen megjelenik ez a kártya itt jobb oldalon, és te is uralkodsz, te is elfoglalod a helyedet az életben. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, te kimutatod a tűz elemét, a bátorságodat, a lelkesedésedet, a szenvedélyeket, és ő így tekint rád. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, ez az úgynevezett rovás írás. Itt most az O betűről van szó, és ez lehet egy név, mint például Otto vagy Olga,
lehet egy helység is. Nekem nem jutott most így eszembe semmi, de ha neked eszedbe jut O betűvel egy helység, akkor leírhatod a kommentárba. Mint fogalom, nekem az óra jutott eszembe. És jobb oldalon, illetve visszatérve még a magyar kártyára, ott középen van a régi írás, mód, a rovás írás, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Ez olyan, mint a hatos szám, tehát ez is jelenthet valamit, vagy azt jelenti számomra a kép, hogy elkerülünk bizonyos dolgokat, de ez nem marad így, mert mielőtt elértük volna a céljainkat, lesznek külső befolyások, és változni fog az irány hasonlóan, mint az Uránusz bolygó hatása alatt, hogy te tervezel valamit, vagy várakozol, és lesz egy meglepetés, és ezáltal változik a helyzet, megváltozik az irány. A napi energia az jobb oldalon alul látható. Ez egy érdekes kép, hiszen ez a hölgy fázik. Én úgy látom, itt hideg van, tél van, fázik, és a háttérben megjelenik egy ház, egy olyan mézes kalács ház. De nem tudja ez a hölgy, hogy belépjene ebbe a házba, ahol meleg van, ahol szeretet van, ahol barátságosak, ami megvédeni, megóvná őt, vagy az is lehet, hogy a boszorka lakik a mézes kalács házban, és akkor történhet valami kellemetlen, vagy jelenthet egy veszélyt is. A kártya most óv bennünket, hogy milyen irányba tekintsünk, milyen döntéseket kellene hozni, hol kapjuk meg a szeretetet, hova tudunk kopogtatni, melyik ajtó nyílik ki számunkra, vagy az is lehet, hogy valaki mézes, mázasan közeledik hozzánk, és megbízunk ebben a személyben, de akkor egy boszorkányról van szó, tehát óvatosnak kell lennünk. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!